Szevasztok, én Ricsőök, és ez itt az Europrezész 4 Brandenburg első része. Igen, egy új sorozat fog indulni a csatornán, amelyet az Europrezész 4-gel fogok játszani, más néven ugye rövid EU 4. Akik nem ismerik ezt a játékot, annak azt üzenem, hogy minél hamarabb keresenek rá Steamen, mert ez egy kurva jó játék. És én tapasztalatban mondom, hogy ez egy tényleg nagyon jó játék, csak az a baj, hogy egy olyan cég forgalmazza, aki csak spammelni tudja a DLC-ket, semmi mást! Csak a DLC-ket hozzá! És nekem ebből eddig egy sincsen, még csak a base game. De szerencsére valamiket kijönnek patchekbe is, úgyhogy ezt még nem kell megvásárolnom, úgyhogy azért figyeljetek. 40 kibaszott eurót fizettem ezért a játékért. 40 kibaszott eurót! Úgyhogy meg kéne, hogy érjed el. Ah, kurva DLC-kkel, ki tudja. Na mindegy, Brandenburggal terveztem játszani. Majd kitaláltak, hogy miért is pont Brandenburggal, aki tudja a történet, az biztos, aki tudja az Europrezész 4-et, magát a játékot, az biztos tudja, miért pont Brandenburggal fog játszani. Egyrészt azért, mert itt van recommendedve, és hát interesting choice. Másrészt azért, mert ugye ővel feltétlenül a Mighty Poroszországot. És ezért fogok velük először játszani. Én úgy gondoltam, hogy az Iron Man annyi okok véget nem ajánlanám most egyre akben játszani, mivel ugye nem bírok random elmenteni valahol, hogy most meggyőződjek, hogy ez jelent jó lesz nekem, vagy nem. Jó, van ez egy kicsit cheating, de azt nem fogjuk használni. Hanem arról van szó, hogy például valamit misklikkelek, és hát elbasztam az, például most tegyük rá, most rákikök egy ilyen esemére, amit nem is akartam. És ez csak így bejön egy parasztlázadás, what the fuck. És értitek, hogy miről van szó, és akkor visszatöltök, és akkor tán megkapom újra azt a zöntet, bár nincs sok esélyre. Na mindegy. És arról beszélek, hogy most nem fogok Iron Man bejátszani, és mindenki fogja menni. Hát, de hogyha nem Iron Man bejátszol, akkor nem kapsz achievementeket. Leszarom. Leszarom. Azt mondja, normálon van a difficulty? Remélem normálon van. Várjunk. Jó, van normálon van. A normálon mi meg tudom támadni a nemzetek. Jó, jó. Itt vannak a settings-eim, hogyha esetleg sokan nem tudnak, hogy mit állítottam be. Na mindegy, az oszmánok felkelése című ráuttal fogunk elindulni, és kezdjük is a játékot. Normál. Oh boy, ez egy jó játék, ezt remélem nem fogok kiégni, mert azért én sem vagyok egy nagy pró, tehát hogy kizárólag csak is 100 órán van ebben a játék, amit így personálisan néztem, ugye régen nagyon sok gameplayt láttam róla, és megtetszett ez a játék egyszerűen. Na mindegy, aki el akarja ezt olvasni, az olvassa el. Ugye Brandenburgban a Hohenzollernok vannak, és ugye ők ilyen nagy német uralkodó család volt, akik ugye később lesznek majd az Almighty Prussának, a Poroszországnak, mondjuk Poroszországnak, mert magyarosítunk, az uralkodói. Ugye, aki nem értené egyelőre a játékot, csak hogy miről is babrot járok itt össze-vissza, azonnal nézzük meg valami tutoriát, mert én nem fogok magyarázkodni. Oké, először is úgy kezdjük a játékot, kiválasztjuk a riválisainkat. Mondjuk nézzük, kik realizáltak ránk a német magánt, Bohémia és Braunschweig. Tehát ebben nem lesz Bohémiát. Nem baj, Bohémiát még esetleg tudom handle-ölni. Nézzük is, hogy miket tudunk elérni. Először is jól zárjunk vissza a Bohémiára. Jól zárjunk vissza a Teutonokra. Valamint jól zárjunk rá vissza... nem, Pomeránia rá zárjunk, nem fogom vissza jól zárni Braunschweigra. Most én úgy érzem, hogy nem kell. Hát ilyen minek. Oké, nézzük, ugye mivel nincsen meg a patch, nincsenek meg a DLC-k, ezért nem bírok foglalkozni se az ilyen isztétekkel, meg ezekkel, nekem csak a base game van meg is. Hát a base game az nem fán, és hát nem bírok se drillelni, se semmi, tehát hogy... Csak persze behozták azt a mechanikát, hogy nem tartod fönn a... Jó, van csak a fordokat kell fenntartanom, hogy fönnmaradjon az Army Traditionem, úgyhogy... Ja. Az lesz, hogy a Fordot kikapcsoljuk egyelőre, a Fordunkat.
És kezdhetjük is a timeline-t. A timeline-t mondjuk fölnyomjuk 3-4-re, oké. Bár először válaszol meg ki legyen a szövetségesünk. Szövetségesnek, Austria friendly. Easy Austria. Valami, nézzük, kicsoda felelni még felén. Lengyelország nem. Magyarország neutrális. Burgonya nem. Nézzük, Szászország felelni hozzám, úgyhogy... Szászország még jó lehet. Nézzük, ki jut el a Bohémiát. Lengyelország és... jó, a Lengyelország, ami bírok meg kapcsolatokat növelni, majd az meg lesz. Szerintem az osztrákok a lengyelek és mondjuk a bajorok. Ma meglássuk, induljon a timeline. Oké, egy nap eltelt, ugye megvan az osztrák szövetségünk. Szövetkezünk a szászokkal. Ja. Legalább ezt megkaptuk, örüljünk ennek. Ugye behozták az új mission rendszert ebbe a 1.25-ös patchbe, azt hiszem. Amivel eltörítek a végleg az összes ilyen... értitek minket. Na mindegy, látosátok, hogy jó pár dolgot behoztak, amiket még ugye fully file-olni kell, meg minden, értitek miről van szó. Na mindegy. Nézzük is akkor a hadseregünket... nem tartjuk fent, mivel ez ugye base game, itt nem kell drillelni. No thank you. Flottán nincs, ezt nem is kell fenntartani. Igen, más dolog nincsen, úgyhogy menjünk tovább. Oké, a 100 szövetségünk, Lengyelország. Kicsit még busztam vele a kapcsolatokat, akkor elfogadná. Oké, busztok vele a kapcsolatokat. Van olyan mission, amit rögtön elkezdeni csinálni. Mondjuk a force limitemet fel tudnám nyomni. Volt, hogy fel kéne nyomni a force limitemet. Mekkora a force limitem? 11. Oké, próbáljuk meg. Oké, 2 gyalogos és 1 lovas egység. Ide. És most csak várunk. Ugye timeline, nem csinálunk semmit. Közben megkaptuk a kínába a vitelét. Igen, igen, igen. Lengyelország PLC-t létrehozták, tehát mostantól meg van PLC, ugye Lengyel-Litván Unió. Szerszország akarunk házasodni, házasodjunk. Valami, én bírok full file-olni ilyen mission-t. Micsoda? A West. Imperium mission. Oké. Okay. Ó, kaptam egy extra diplomatát. Olyan miért? Ó. Oh. I can fight for the... Oh! The Holy Roman Throne! That would be nice. Na, megpróbáljuk. Ez az... Pillanatra át, mint a Mongolba. Fuck! Na, megint? Ne már. Na jó van, basszátok meg. Jó van, itt azért küzdeni a... Hogy is ilyen? Német római császársági trónra. Jó van, akkor elkezdem buszolni az elektorokkal... Most a választókkal... A... az opinion-t, basszus, hogy is mondják, kapcsolatainkat. Basszus, látosátok, hogy mostában angolkkal játszok, vagy angolul beszélünk, ha játszok is valakivel. Ó, Surrender of Maine, Anglia nem adta át Maine-t, úgyhogy... Hohenzollern-Ruf of Brandenburg, ezt elfogadjuk. Mert ez csak egy kis national restet ad, és kapunk belőle autonomia change-et. Bármilyen nem fejeztem be, ó, bírok még egy mission fejezni. Ó, build a force, azaz. Szuper kis effekteket kapunk. Ó, és megkaptuk a The Fate of Neumarkot. Ó, odaadják nekünk Neumarkot 100
Luke átért és ebbe a csődbe megy, nem baj. Elfogadjuk. The City of Köln. Vagy nem, ez nem Köln, vagy Köln. Nem van mindegy. És megkaptuk Neumarkot. Ez az. És most bőrök fel, ez még egy mission-t, szuper. Oké, okay, peremekkel kaptunk a pomeránokra. Szuper! Pomeránra kaptam. Aha, peremekkel kaptam, ez a szupi. Pomeránia, ki a szövetséges? Kócia és Dithmarschen, úristen! Te nagyon hülye vagy. Itt azért felemelünk a hadseregünket, és szépen lassan kijövök a kölcsönbe, de nem baj. Felszünk egy pár kölcsönt, akkor visszafizessük. Oké, okay, menjünk tovább. Ó, a te utakat éppen nyírják a lengyelek. Skócia és Dithmarschen nem fog téged megvédeni, ezt ugye tudod. Lengyelországgal mi rakom is szövetkezni? Oké, nem próbálok szövetkezni Lengyelországgal, mert ugye most már elfogadják. Oké, Lengyelország most lett a szövetségesünk. Oké, National Epic, ó, behítak a háborúba, te utonok ellen. Elfogadom. Yeah. Szuper, segítek a lengyeleknek abban, hogy megszerezzék a porosz területeket. Hát, oké, Lengyelország. Segítek a háborúban, ha te is segítesz majd nekem. Csehország ellen, még szép. Hát akkor még a területen, nyugodtan. Újusten, ilyen deficit vagyok. Vagy elnézem nagyon. Ó, basszus, nem hoztam semmi military leadert. Oh, fuck. Várjunk. Állj meg játék. Elküldünk egy egységet a lengyel területre. És ráadunk egy generált. Nagyon a királyunk. Oké, nézzük melyik a jobb. Király vagy? Ó, hát még szép, hogy az örökös. Most már be is törjük a falakat, hát ez gyors volt. Nem volt, ha beveszek egy pár tartományt, nehogy még a lengyelbe vegyik előttem. Dancikot és a Marienburgot is be kéne még előttük vegyem. Gyors Marienburgot. Őt be fogja kell venni. Basszus, Marienburgba be fognak sétálni. Mi, amiben bevettük izé, hogy hiák ott. Tühjelt, elindulhatunk Danzigba. Pomerániát vetjük venni, jó, onnan már beszélünk. Valami sem tudok fejezni, ó. Oh. Szuper, oké, ezt. Befejezzük. Oké, elkezdjük a somalni Dancikot, most csak bevesszük. Nem adhatom át nekik. Kulmot is bevesszük, kipas. Azt szerintem kulmot be fognak sétálni. Ők amíg szízsai kulmat, én addig bemegyek Königsbergbe, hogy meg azt se vegyék be. Nem tetszik ez, hogy lengyelek mindent ostromolnak. Főleg azt, amit majd később én akarok elmenni tőlük. Ó, visszavették Danzigot.
Nem engedem. Nem engedem, hogy visszakapja egy dancigot. Ó! Azt a rohadt! Ez rikkálásik meg, és megvan! Fasza! Úgy néz ki, Ansbachot megkaptam Unióba, fasza. Ansbach mostantól personálniból van velem. Szuper. Ja, az az én háborúm. Ups, azt hittem már valami succession van érte. Jó van, szuper, Ansbach az enyém. Aha, 100% magára szavaz. Jelen 4-en szavaznak, oké. Búztoljunk közben 100%-ba kapcsolatokat, hogy 100% is nem szavazzon. Mert sikeresen megtartok 4 elektort, most jár magamat, akkor én lehetek a sárszágy jó ideig. Oké, most ha beveszünk Königsberget. És miután bevettük Königsberget, lehet, hogy megtámadjuk Utrecht. Utrecht nem sokra fogsz menni, barátom. Na, mit vesztek ellengyelek a háborúra, kíváncsiak, és kapok valami pénzt esetleg. Nagyon jó jön a Lengyelország, tudod? Köszönöm a hadi adókat, hogy kifizessen harabba kölcsönt. Valamiért, mert mindig mínuszba vagyok. Ja, mert fenntartom az erődöt. Na most nem. Autonomiát akarnak Potsdamba. Potsdamba. Fenébe ezek a német nevek. 5 administrative power-t elbírok 50-et elbírok vele küldeni. Nem lesz vele semmi baj. Oké, nézzük mi van. Mi a helyzet, emberek? Ó, a rózsa háborúja. Pont amikor megy a... Zé. A Friends War. Pont a Hamburg-ihez volba. Úristen, arra gondolom, hogy bevette Portugáliát. Hát ezt a Portugáliát kiütötték simán. Nem tudom, mi történik jelenleg, de... 100% nem akar rám szavazni. És valami kölcsön akar most már rám szavazni, mert... Fuck you. Azok akkor ketten szavaznak, a 100%-os ketten a fenébe. Ötven évig meg kell tartom Ansbachot, az jó lesz. Ansbach addig te nyugodtan, csak ottan csillelhetsz. Mert én nem fogsz egy jó ideig elszakadni, ez biztos. Mi van? Ja. Néztem, mi történt, az osztrákok valami balt csináltak. Mert leszek, hogy ebből búcsú fogok el kapni. Ja, nem kaptam semmit. Ó, és nem legyek is csak... Odaadták mindent. Azt a rohadt! Hülye lengyelek mindent elkövettek saját maguknak, amire nem is fog klémjük. Jéj, Lengyelország, jéj! Nem boldog, te utoltalan vettek el semmit. Szuper! Lengyelország akar velem házasodni nyugodtan. És nyugodtan. Addig én várok. Kicsit. Ó, Pomeránia megtámadta a német lovagrendet, mi a szar? Pomeránia ne egy ilyen bátor. Főleg akkor nem, hogyha itt vagy mellettem. Driftmarsen és Skócia van mellette. Skócia nem fog egy vizet se zavarni. Abba biztos vagy. Driftmarsen se, hát... Ja. Úgyhogy ja, azt hiszem felemelem a hadseregemet és szétverlek. Igen, felemeljük a hadsereget. Mondom, felemeltem. Oké. Okay. És...
várom kicsit. Még támadhassam őket. Megjelent a reneszánsz. Mondom, az jelent meg, de... Ó, basszus, te utol, nem adhatom át azokat a területeket, nem szabad! Gyors támadunk. Célpont az, amiből eszük... Stolpot! És most meg gyorsan elkezdjük szígyen, és Stolpot mondom, hogy bevegyék a te utolnak, basszik, mert fölbasznak. Ne! Menj onnan, te hülye te úton! Picsába. Be fogják menni Stolpot. Kurva lengyel. És izé, hogy hívjákok? Fasz meg. Azt is nekik szígyen. És a szarazok minden bevetek maguknak. Áááá, sajsze. Most ezért fogok visszatölteni. Ó, a... Hortosait nem tudok olvasni egy könyvet se. Szuper. És az most miért vett le nekem ezt a stabilitást? Nem értem. De mindegy, itt az ideje befejeztem ezt az epizódot, így csak így... Mondjuk bemutatónak akartam tervezni ezt az epizódot majd. Legközelebb folytatjuk a szempont ilyen innen. Ha tetszett a videó, akkor lájkoljátok, és... nem akkor dislike, igen nem érdekel. Ha pedig még nem tetted meg, akkor iratkozz fel a csatornára. Én Ricsi voltam, sziasztok! Kivesszük Robertet, és kiveszünk egy kis hadsereget, mondjuk őket, és azokkal pedig beveszünk a kis Helsinkit.